Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem, mint személyes jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál, ennél a havi jóslásnál is 4000 forint. Amire felhívnám még a figyelmeteket, itt a csatornámon vannak új felvételek. A címe Kozmikus üzenetek. Itt arról van szó, hogy én naponta belenézek a napi horoszkópba, az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Ha felfedezem azt, hogy történik valami különleges, akkor ezt közlöm veletek. Ezek a felvételek nem naponta jönnek, hiszen nincsenek naponta különleges események, de ha tényleg történik valami, ami érdekel engem, vagy érdekel titeket, erről készítek egy videót, és ez megjelenik egy nappal előtte. Tehát, ha látom én azt, hogy például kedden fontos üzenetet fogsz kapni, vagy légy óvatos, ne beszélj a terveidről, akkor azt én egy nappal ezelőtt, tehát már hétfőn közlöm veled ebben a videóban, és akkor tudod azt, mi fog történni a következő napon, mire kell odafigyelni. Szerintem ez segíteni fog, így a hétköznapokat jobban kialakítani. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelentheti a társadat. Ami összefűz benneteket, az a gyűl, tehát a kapcsolat. Ez a kapcsolat lehet egy eljegyzés, vagy egy házassági ajánlat is, és itt a madarak jelentik a könnyűséget és a kommunikációt. Az ő feje fölött láthatóak az ő gondolatai, és az itt jelenik meg. A munkahelyén vannak hamisságok, hamis személyek, és problémák, nehézségek, a kövek az útjában. Az is lehet, hogy rossz munkahelyen van, kellene egy munkahelyi változás. Itt még a kövek vannak, de tisztázódik valami, rendeződik valami, és a jövőt illetően itt kivirágzik majd ez az út. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy tisztázódnak bizonyos dolgok a munkahelyén. Itt kisüt a nap, tehát megvan ez a magabiztos fellépése, erre utal a kulcs is. A halak jelentik az anyagiakat, szeretni az anyagiakat is rendezni, de jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és így gondol rád. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vannak a gondolatok. Ez a medve. Lehet a te életerőd, vagy a hited. De néha bizonytalan vagy, mert valami átláthatatlannak tűnik számodra. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Lehet, hogy parancsolgat neked. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd, és itt bizony vannak még problémák, ami számodra átláthatatlan, hogy nem tudod, hogy védd magadat. Mert vannak félelmek, vannak bizonytalanságok. A legszívesebben lezárnád ezt a kapcsolatot. Ami viszont a szerelmet illeti, itt előre folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok. Ha te egy hölgy vagy,
akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Ugyanúgy, mint ahogy a gondolataiban megjelenik a felhő, ami átláthatatlan, és itt kell az életerő bebizonyítani magadat, különösen, ha olyan személyekről van szó, akik neked parancsolgatnak. Előírják neked, hogy mit kell tenni. Persze ez a levél lehet egy hír, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés is. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, kisüt a nap, megvilágít bizonyos témákat, tisztázódnak a dolgok, mindez kihat a sors utadra. Az is lehet, hogy lesz egy találkozás, amikor a sors utatok kereszteződik, és lesznek döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és töprengtek azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy segítség is. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, az ostor azt jelenti, ami fáj neked. Vagy valaki meg akar bántani téged. Ez olyan hirtelen jön, és ebben a pillanatban védeni kell magadat. Azt is jelentheti ez a sarló, hogy lezárod ezeket a témákat, átteszed magad ezen, vagy lezársz bizonyos kapcsolatokat, és akkor itt meg lesz a könnyűség, vagy a kommunikáció, és ez a férfi segít neked. Ami őt illet, ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, tisztázni akar bizonyos dolgokat, vagy tisztán látni, hogy mi van a háttérben, különösen ami az anyagiakat illeti, a munkáját, a hivatását illeti. Megvan a magabiztos fellépés, és a halak, mint említettem, utalnak a belső értékekre is. Megvan az önbizalma, ő tudja azt, hogy ő is értékes, ő is tud nyújtani valamit. Ő ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, itt a jövő látható, ez lehet egy közös jövő is, amikor kivirágzik valami, lesz egy közös otthon. Vagy ez a ház jelentheti a családot, a szülői házat, a rokonokat, vagy egy ingatlan külföldön, hiszen ez a hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy külföldön él, vagy ott szeretne egy ingatlant bérelni, vagy vásárolni. Itt megjelenik a ház mellett a szív, ez jelenti a biztonság érzetét, ami a párkapcsolatot illeti, vagy olyan szívélyesek hozzá a környezetében, vagy a családban. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, nála is vannak problémák, ami ezt a medvét illeti, hiszen ez lehet a főnöke, vagy az apukája, de ő lezárja ezeket a kapcsolatokat, és inkább úgy hozzád vonzódik, mert te tudod őt megnyugtatni. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Itt vannak fájdalmas emlékek, vagy valaki meg akar bántani téged. Lehet, hogy ez számodra még átláthatatlan, de látni lehet mégis itt a jóslásnál, hogy itt vannak a kövek, meg itt van a hegy, a problémák, a nehézségek, és az is lehet, hogy itt megvan ez a hamisság a háttérben, hogy a problémák nem tőled adódnak, hanem valaki más teszi ide a köveket, ő nehezíti meg az élet utadat. De miért van így? Mert megjelensz a nyilvánosságon, és megvan a kisugárzásod, és megkapod az elismerést. Itt van a remény, hogy kinyílik egy kapu, kinyílanak a lehetőségek, vagy utazol, vagy vannak külföldi kapcsolatok, és ez a hamis személy irigy rád.
meg akar bántani téged, hogy ne légy boldog, hiszen irigy arra, hogy te a nyilvánosságon megjelensz, hogy megvan ez a kisugárzásod, és mások észrevesznek téged, őt pedig nem. Második hét, december hónapban itt látható. Itt vannak hamisságok, ami a baráti kört illeti. Ez elmúlik, hiszen a kaszával ezt le tudod zárni. Legyen meg az élet erőt, hogy védd magadat. Így kitisztulnak bizonyos dolgok. Légy magabiztos a munkahelyen is, a családban is, a szerelmi élet területén is. Harmadik hét, december hónapban itt látható. Lesz mozgás. Előre mennek az események. A gyermekek utalhatnak a gyermekekre is, és akkor ez a kártya lehet sport vagy változások, de amit a gyermekek még jelentenek, egy új irány, egy új kezdet, újdonságok, új kapcsolatok. Itt kivirágzik valami, és a pénz útban van hozzád. A gyűrűk jelenthetnek bizonyos szerződéseket is. Itt látható a szerencse, a munkát, a hivatást illetően, ez lehet egy kreatív tevékenység, egy spirituális terület, a szerződések, a jó anyagi helyzet, és ez lehet egy új kezdet, egy új irány számodra. Utolsó hét, december hónapban itt látható. A könyv jelentheti a tudást, vagy a tanulást, a továbbképzést, de még az árkózottságot is. Lesz egy szerencsés fordulat, a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. A fa jelenti az egészségügyi témákat és a gyógyító erőt. Lehet, hogy ezen a területen van a továbbképzés, itt van a tudásod, a bölcsességed. Ő gondol rád, keresi veled a kapcsolatot, itt van egy hír, beszélgetések, találkozás, és ami a tornyot illeti, ő szeretne valamit megnagyobbítani, vagy lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, itt is lesznek döntések, vagy egy dokumentum, egy szerencsés fordulat, hiszen a közelben ott vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, és ott van ez a virágcsokor, ami szintén szerencsét hoz. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!